senkinek sincs nagyobb szeretete annál, aki életét adja a barátaiért. János evangélium a 15. rész, 13. vers. Jézus miért nem szaladt el? Miért nem hívta segítségül az angyalokat? Az angyalok hallgattak volna a szavára, és elkergetik a rómaiakat, ha ő akarja. Van, amikor nem lehet elfutni. Ha akkor ő elfut, nem lenne a megváltás. Ha nem lenne a megváltás, akkor nem lennénk mi, nem lenne az egyház. Ha pedig nem lenne az egyház, akkor nem várna mindannyiunkra az üdvösség. Na, óra vége, csöngettek, nem? Figyelmet kérek! A történelem ítélőszéke megkezdi sorok következő ülését. Ezúttal Apor Vilmosról hozunk döntést. Felkérem a referens urat, tartsa meg a beszámolóját. Báró Apor Vilmosról a közvélemény sokáig nagyon keveset tudott, így az ítélőszéknek nem állt módjában korábban összeülni. Illetve korábban történtek kísérletek a történelem aktuális irányítói részéről a II. Világháborúval kapcsolatba került személyek megítélésére, de ezek nem vizsgálták részletesen a báró működését. Jól értelmezem, hogy a korábbi döntés inkább negatív volt? Amint említettem, az adott korszak kizárólag a pillanatnyi politikai szempontok alapján ítélkezett, és Apor püspök ellen három olyan érv szólt, amelyek külön-külön is alkalmasak lehettek a megbélyegzésére. Három. És pedig? Főnemesi, vagyis bárói családból származott. Ha jól látom, ráadásul Erdélyből, vagyis elcsatolt területről. Igen. A kommunista történetírás számára ez mindenképpen fekete pont volt. Tovább. Másodszor papi, vezető egyházi személyiség. Sőt, egyenesen püspök volt. Az antiklerikális materialisták szemében ez is váddal ért fel. A harmadikok, a legfőbb ok, ha jól értelmezem, a halála körülményei. Természetesen. Ezt nem lehetett volna nagyon megmagyarázni, így leginkább agyonhallgatták. Akkor amennyire át tudtam tekinteni Apor püspökről, a halála utáni 4-5 évtizedben szinte semmit sem tudott a nagy közönség. Akkor megtenné, hogy néhány mondatban összefoglalja a legfontosabb életrajzi adatokat? Úgy érzem, bíró úr túlértékeli a puszta adatok jelentőségét. Egy ember életútjának megítélésénél nem feltétlenül az a legfontosabb, mikor született, mivel foglalkoztak a szülei, hová járt iskolába és mennyi volt a fizetése. A személyiségénél összetettebb és izgalmasabb. Én csak adatokkal tudok dolgozni. Az ember adatokból áll össze. Vannak dolgok, amiket nem lehet számokkal leírni. Megkérem, hogy szorítkozzon a feladatára. Tessék! Báró Apor Vilmos tehát 1892-ben született Segesváron. Segesvár? Ismerős arra felé? Igen, azt hiszem. Talán harcolt Segesvárnál? Talán. De sok felharcoltam, bocsánat. Szüleinek 5 életben maradt gyermeke közül a legkisebb fiú. Édesapját korán elvesztette. Tanult Kalocsán a jezsuitáknál, Innsbruckban végzett a teológián, majd Nagyváradon szentelték pappá 1915. augusztus 24-én, Szent Bertalan ünnepén. Ezek tényleg nagyon száraz adatok. Mi csak adatokból tudunk dolgozni, kislány. A történelem ítélőszéke csakis objektíven a tények tudatában dönthet. Ez nem érzelmi kérdés. Egy ember élete elsősorban érzelmi kérdés. Krisztus nem azt fogja tőlünk megkérdezni, hogy mikor születtél, hova neveztek ki, vagy mekkora házad volt. Azt fogja tőled megkérdezni, hogy mekkora volt benned a szeretet. Ezt mi nem tudjuk eldönteni. Nem is akarja.
Például kérdezzenek meg engem. Ugyan már, kislány, hát mit tudsz te ezt hozzátenni? Ön evett a báró úr névnapi tortájából? Torta? Micsoda butaság, hogy jön ez ide? Hát én ettem. Mária falván, ahol az apor napközi otthonban... Apor napközi otthon? Az micsoda? Még nem tartok ott. Gyulai plébánosként szegény gyermekeknek szervezett napközit. Igen, találtam itt egy mondatot róla. A szegénynek plébánosa. De ez nem sok. Még szép, hogy egy pap törődik a szegényekkel. Ez édes kevés. Hatalmas, emeletes tortát kapott a plébános úr a neve napjára. Felszeletelték, és mindenki, aki ott volt, kapott belőle. Én az enyémet félretettem az öcsémnek, aki nem jött el. De a torta véletlenül leesett, és én sírtam. És akkor odajött hozzám a plébános úr, és nekem adta a saját szelet tortáját. Így volt. Pont én nem ettem a saját névnapi tortámból. A bíróság örömmel állapítja meg, hogy az érintett is részt vesz az ítélőszékülésén. Bár nem megszokott, de meghallgathatjuk önt is. Ez megtisztelő, de én nem tudok mit kezdeni az önök bíróságával. Ez tulajdonképpen nem bíróság, ez a történelem ítélete. A történelem ítélete változik. Ezek emberi szempontok. Bocsánat, de engem csak az isteni törvények érdekelnek. Talán megijedt, hogy ki kell inni a keseri poharat? Én már nem iszom az önök poharából. Attól a víztől, amit az ember kínál, újra és újra megszomjazom. Önöknek is azt javaslom, hogy azt a vizet keressék, amit Jézus ígért a szamáriai asszonynak. Amitől nem szomjazunk meg többet. Ön kioktatja az ítélőszéket? Én nem ítélkezem. De a földi bíráknak fölöttem már nincs hatalmuk. Ön félreérti a helyzetet. Hiszen az ítélőszék éppen az ön rehabilitálására készült. Engem nem szükséges rehabilitálni, mert nincs miért. Én tisztán állok az Úristen szíven. Most már könnyen beszél, hiszen évtizedek óta halott. De ott, a győri pincében. Igenis, az anyagi és világi törvények szerint vált áldozattá. Én nem áldozattá váltam. Dehogy nem! A világháború áldozatává, mint sok millióan. Én áldozatot hoztam. Bizony. A keresztfán megfeszített Krisztus áldozatához hasonlót. Akit áldozáskor magunkhoz veszünk, és így az áldozatából áldás fakad. Akkor szóljon közbe, ha a bíróság kérdezi. Nem célunk, hogy szavakon lovagoljon. A szavak mögött jelentés van, a tettek mögött is jelentés van, az életnek értelme kell, hogy legyen. Ha nem értjük meg a teremtő célját az életünkkel, akkor csak sodródunk. Apor püspök nem sodródott soha. A világháború és Trianon után úgy gondolta, az egyház kisköreinek kell tartani a lelket a maradék magyarokban. Összefogni, bíztatni őket. Na! Erre írja Marx, hogy a vallás a nép ópiuma. A papok mindig valami távoli, megfoghatatlan dologra hivatkozva hamis illúziókba ringatják a népet. Éppen Apor Vilmos volt az egyike azoknak, aki gyulai plébánosként rengeteget tett a szegényekért. De azért azt mindig tartsuk szem előtt, hogy a végső cél az örök üdvösség, és csak eszköz a földi zarándokot. Ófusz, pófusz, ami a világban történik, az pusztán véletlen. Az ítélőszéknek nem célja, hogy filozófiai vitákat folytasson le. Végső soron célja, hiszen tisztáznunk kell, miféle indítékai voltak az adott személynek. Mivel aporpüspök esetében a halál módja, körülményei és időzítése az ő megítélésénél a legfontosabb, nem közömbös számunkra, milyen szándékok állnak a háttérben. Bocsánat, de ez jogi csűrés csavarás. Mindig azt tettem, amit az adott pillanatban tennem kellett, amit a lelkiismeretem szerint helyesnek gondoltam. Soha nem az ítélőszék leendő állásfoglalása izgatott. A háttérben nem állt más, mint az egyetlen parancs követése, a szeretet. Akkor is, ha ez nehézséget hozott, esetleg szenvedéssel járt? A szenvedést is fel lehet használni. Erőt adhat, vagy éppenséggel alázatra tanít. Crux firmat mittem mitigat fortem. Tessék? A kereszt erősíti a gyengét és szelidíti az erőset. A püspöki elmondatom. Előre szaladtunk. Püspöki szentelés majd csak 1941-ben következik. Itt nincsen időrend. Elmúlt dolgokról beszélünk. Apor püspök életét mi már egyben látjuk. Én pedig azt mondom, hogy ez az egész csak szentélyvesztés. Aki meghalt, az nem más, mint por és hamu. A világ az anyag örök körpörgása. Ha ez igaz volna, akkor az életnek nem lenne semmi cél. És akkor nem is lenne értelme keresni sem. Az ateista filozófia ezért fáborvasnak. Nincs értelme. Ezt mondom én is. Ennek az egésznek nincsen. Nona, hölgyem, ön kétségbe vonja egy ilyen komoly szerv munkájának fontosságát?
Tudja, én csak ostobaságnak tartom, hogy itt egy rég meghalt papról beszélgetünk. Hát nem mindegy, mit mond róla az ítélőszék. Egyáltalán kell róla bármit mondani ennyi év után? Hát ez nevetséges. Kit érdekel? Aki elfelejti a múltat, arra ítélik, hogy újra élje azt. Pontosan. Az ítélőszék feladata, hogy ébren tartsa az emlékezetet. Inkább a mostani szegényekkel kellene foglalkozni. Szegények mindig lesznek, már csak azért is, mert az emberek földi javakat hajszolnak, és sosem elégszenek meg azzal, amit megszereznek maguknak. Tudja, én akkor sem látom értelmét, hogy itt évtizedek óta elhalt személyek megítélésén vitatkozgassunk. Ön teljesen kétségbe vonja a történelem létét? Mintha a teremtés a maga születésével kezdődne, és a halálával véget is érne? Szíve szerint el se temetni a halottakat, hiszen azoknak már úgyis mindegy. Csak porladó csontok, por és hamu, igaz? Tudja, én még megértem azt, hogy ha valaki meghal, akkor az itt maradóknak fáj. Na de újra temetni valakit 30 év után, és aztán meg a szerepéről emlékezni 70 év után, ez öncélú. Aki csak a jelenben él, annak öncél. Az ember azonban történelemben él, ami valahonnan, valahová tart. És szellemi lény is, nem csak anyagi, és mint ilyen az örökké valóságban létezik. Éppen ezért az időnek ebből a szempontból itt semmi jelentősége. Azt mondjuk, Szent Imre vagy Kaszap István fiatalon halt meg. No, de innen nézve teljesen lényegtelen Szent Imrének, hogy 980 vagy 950 éve porlad-e. 20-30 az örökké valóságból nézve nem különbség. Egyedül a küldetése számít. Hová jutott el a földi létben? Vannak, akiknek 90 születésnapjuk volt, mégse foglalkozik velük az ítélőszék, mert életük a közösség szempontjából nullával legyen értékű. Apor Vilmosnak például 53 születésnapja volt. Ez téved is. 12 születésnapon volt. Ez valami papos vicc? Nem, dehogy. 1892-ben születtem, február 29-én. Azért az mégis komikus lenne, ha gyereknek neveznénk a püspököt. Persze. 12 évesen én is csak gyerek voltam. Na és mit csinál egy gyerek, aki később püspök lesz? Hát természetesen játszik. És mit játszik? Hát például nagyon szerettem misézni. In nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum et cum spiritus, spirit... Akkor kell csöngetni, amikor a pap azt mondja. De nem vagy pap. De igen, most azt játsz. Mindig misést kell játszani. Egyszer játsszuk azt, amit én szeretnék. Neked sem árt, hogyha misést játszunk. Inkább figyelj oda, és akkor csönges, amikor mondom. Majd, ha pap leszel, minden nap játszhatsz miséset. Nem szeretsz ministránst játszani? De szeretek. De az a legjobb, amikor csöngetek. Na jó, akkor csöngessél. De az igazi minisztrán sem csöngetett össze-vissza. Inkább figyelj oda, és akkor csönges, amikor intek. Akkor olvassunk evangéliumot. Majd olvasunk még, nem tartunk ott. De én szeretnék evangéliumot olvasni. Minisztrán nem is olvasott evangéliumot. Akkor olvasd te. Hát jó, hát meg kell keresni, hogy mit rendeltek már. Mindegy, olvas valamit, majd én kinyitom. Minisztrán nem is olvasott evangéliumot. Te sem is észhetné, mert nem vagy felszentelve. Jó, akkor olvasd. A jó pásztor életét adja... Juhaiért? Ezt nem értem. Hát, hogy jönnek ide a pásztorok? Miért kell egy pásztornak életét adni a néhány kóbor bárányért? Nem kell szó szerint érteni. Itt a nyáj az emberek, a pásztor pedig Jézus. És Jézus az életét adta. Ezt tudom. De miért nem azt írja, Jézus életét adja az emberekért? Úgy jobban érteném. Mert nem csak Jézusra vonatkozik. Mindenkire, akire emberek sorsa van bízva, az felelősértük. Ő a pásztor. Például minden pap is pásztor. Úgy is hívják, hogy lelki pásztor. Igen, ezt már hallottam. Szóval, aki pap, annak meg kell halni a jókért. Szerintem Vilmos akkor nem menj papnak. Ezt nem kell szó szerint érteni. Jézus nem várja el mindenkitől a mártír halált.
azt jelenti, hogy felajánljuk érte az életünket és a híveinknek. Odaadjuk az életünket. Illetve a jó pásztor adja oda? Igen. De nem a halálunk pillanatában adjuk oda. Az Isten nem elveszi tőlünk, hanem amikor mi azt magunktól felajánljuk neki, Jézusnak, és rajta keresztül a fele barátainknak. Áldozatot hozunk, nem pedig áldozattá válunk. Akkor nem muszáj mindenkinek meghalni a Jézusért? Nem, persze. Jézus nem várja mindenkitől a mártír halált. Tőlem sem? Vagy tőled? Azt nem lehet tudni. Akitől Jézus elvárja annak jelezni fogja. Idejében. Kérem, folytassa az életrajzi adatok ismertetését. A gyulai plébánosság egészen 1941-ig tartott. Nem is helyezték közben máshová. Élete összeforrott a helyiekével. 1941-ben szentelték püspökké, és a pápa 12. Pius kinevezte a győri egyházmegye élére. Győr igen, a 10 első egyházmegye élére. Szent István alapította. Győr korábban már 2 mártír püspököt is adott a hazának. Ez minket mennyiben érdekel? Ez is hozzátartozik. Ha az ember elfoglal egy ilyen posztot, óhatatlanul hat rá a megbízatáshoz tartozó hagyomány, a hely szelleme. A hely szelleme. Kérem, kerülje ezeket a patetikus, nehezen érthető fogalmakat. Pedig ezek hozzátartoznak az adott hivatalt viselők sorsához. Az első magyar miniszterelnököt például kivégezték, és azután további 5 magyar miniszterelnök jutott erre a sorsra. Ezek csak érdekességek. A középkori magyar történelem 2 vesztett csatát tart számon. A tatároktól Muhipusztánál és a törököktől Mohácsnál elvesztett ütközetet. Mindkettőben részt vett és elesett egy-egy győri püspök. Az elsőben Gergely, a másodikban Paksi Balázs. Ha az ember elfoglal egy ilyen széket, óhatatlanul eszébe jut, kik ültek benne azelőtt. Török, tatár, mi közük van ezeknek a mi témánkhoz? A 2 pogány hódítóhoz hasonlóan a 20. században is érkezett egy hódító keletről, amely újabb győri püspöktől követelt áldozatot. Humbug! Humbug az egész! Hát nagy elődök meg megtiszteltetés, meg kiküldtek a székben korábban. Hát zsíros állás, annyi az egész. Persze, a sok püspök alatt. Az érdekli csak a csuhásokat, ezt mindenki tudja. Persze, hogy nagy örömmel megy egy kisvárosból a győri püspöki székbe. Zsíros, kényelmes, nyugdíjas állás, persze. Hát biztosan jól feküdt a politikusoknál. Politika az egész. Én mondom. Politizált a püspök? Válaszolj! Ez valami vádpont? A papok csak ne politizáljanak. Arra ott vannak a politikusok. Éppen elég nagy baj az, hogyha az állam meg az egyház összefonódik. Természetesen a politizáló hajlam önmagában nem minősítés. Végtére is az ítélőszék történelmi személyekről mond ki ítéletet. A történelem pedig nem más, mint a politika múlt időben. Az az ember, aki egész életében soha nem politizált, vélhetően nem is kerül az ítélőszék elé. Nem győzhetünk mindenkivel foglalkozni. Ön azt állítja, hogy vannak fontosabb emberek és kevésbé fontosak? Én csak azt mondtam, hogy az ítélőszék nem foglalkozhat mindenkivel. Jézus azt mondja, az atya még a méheket, meg a madarakat is számon tartja. Még a hajunk szálát is. És akkor maga felosztja a világot fontosabb és kevésbé fontosabb emberekre. Nem én osztom fel. A történelmi emlékezet ilyen. Nem minden papot, sőt, nem is minden püspököt tartunk nyilván. Örülhet, hogy ön ide került. Azt jelenti, valami különöset tett. Nos, ha politizáltam, akkor éppen ennek a szellemiségnek az ellenében tettem. Hogy embereket megkülönböztessünk egymástól a vagyoni helyzetük vagy a származásuk szerint. Éppen ezért mondtam, hogy számomra ez az ítélőszék, ez nem mérvadó. Egészen más ítélőszék előtt kellett már megjelennem. Az nem a mi ügyünk. Ezeket az ügyeket nem lehet szétválasztani. Most akkor politizált vagy nem? Mi az a politika? A szó maga görög poliszból származik. Az politizál, aki a polisz ügyeivel, vagyis a közösség ügyeivel foglalkozik.
egy papnak kötelessége a közösség ügyeivel foglalkoznia. Na de csak azokkal, akik templomba járnak. Persze. A pap politikájának tárgyai a hívek. De én mindig azt mondtam, azok is számítanak, akik nem jöttek el a templomba. Vagy mert nem tudtak, vagy nem volt rá módjuk, vagy egyéb okból. Ők is hozzánk tartoznak. Több esetről tudunk, mikor aporbáró közvetlen politikai szerepet vállal. Melyek ezek? Az Antant parancsnoksága alatt a 19-es kommun idején az egyházi iskolák megmentéséért szállt síkra. Később bátor fellépésével megakadályozta, hogy a győri kommunista városvezetés túszokat szedjen a helyi polgárok közül. Azt nem egyedül tette. De ön volt az, aki határozott magatartásával végül is eredményt ért el. Ez kétségtelen politikai tett volt, és majdnem biztosan állítható, hogy emberek életét mentette meg. Emberélet mentése. Ez lehet éppenséggel történelmi tett, de életeket menthet egy orvos is. Mégsem emlékezünk meg mindegyikükről. Azok az emberek azóta úgyis meghaltak volna. Látja, bíró? Ez a különbség az ön felfogása és az enyém között. A földi életre megmenteni valakit szép, nemeste, becsülendő. Az igazi azonban, ha valakit az örök életre mentünk meg. Akkor mégiscsak egyetértünk. Az, hogy eljárt a túszok érdekében, becsülendő, de semmiképpen sem különleges. Nem értem a referens úr miért hozta fel. Sajnos nem nevezhetjük mindennapinak a feszült, vészterhes időkben az üldözöttek melletti kiállást. De valóban, a püspök úr nem emiatt áll itt, ezt valamennyien tudjuk. Ezzel együtt hozzátartozik a személyiségéhez. Értenünk kell, miből táplálkozott az önfeláldozó magatartás, amelyet... Miből táplálkozott? Miféle kifejezések ezek? A hitből és a szeretetből táplálkozott, semmi másból. Egy pap nem mérlegelhet. Ha ember életet kell menteni, akkor a saját élete árán is megteszi a saját földi élete árán. Ez a legnagyobb szeretet. Már bocsánat, de a szeretet nem történelmi kategória. Csak a szeretet az. Krisztus maga a szeretet, és Krisztussal az Isten belépett a történelembe. Ahogy egy későbbi nagy lengyel pápa mondja, Redemptor Hominis című enciklikájában, a megváltó Jézus Krisztus a világtörténelem középpontja. Ez a hit kategóriája. Én ezzel nem foglalkozom. Éppenséggel nem. Jézus történelmi személy volt, mint ön vagy én. Nem lehet a történelmet az Isten nélkül szemlélni. Maradjunk azért csak szigorúan a tényeknél. Referens úr több politikai szerepvállalásról is említést tett a báróra kapcsolatban. Kettőt emelnék ki. Két különböző időpontban a megszálló ellenség, hogy úgy mondjam, oroszlán barlangjában tett látogatásról van szó. Haj! Az első világháború után az Antant parancsnoksága alatt működő megszálló román csapatok 59 gyulai katonát internáltak. Az új alakuló magyar hadsereg Petán francia tábornok közbenjárását kérte, ő azonban ebben az ügyben nem dönthetett. Azt ajánlotta, érjék el a román királynál, mint a hadsereg főparancsnokánál a tisztek szabadon bocsátását. Így került Apor Vilmos gyulai plébános, az erdélyi főnemes egy titkos közbenjárásba. És beszélt a román királlyal? A királynéval. És a második eset? Az a második világháború utolsó időszakában, a német megszállás után történt. Apor Vilmos a bebörtönzött Mindszenty József szabadonbocsátása érdekében a teljhatalmú birodalmi megbízottal, Edmund Wesemeyerrel tárgyalt. Báró Apor Vilmos vagyok, felség. Hallom, Erdélyben született. Hogy keveredett át Magyarországra? Akkoriban ez még nem volt akkora ott. Ő remekül beszél franciául. Talán jobban is, mint én. Ne szégyenítsen meg, felség. Szó sincs róla. Tudja, nekem az angol az anyanyelvem, de elboldogulok a franciával is. Ő remekül beszéli ezt a nyelvet. Bizonyára ezért is bízták rám ezt a feladatot. Igen, hiszen nem udvariassági vizitel, pedig lehet. A román báró és a román királynő. Én magyar báró vagyok, felső. Mi
Miről is van szó tehát? Petán tábornok ajánlásával jöttem egy kellemetlen ügyben. Petán tábornok? Hát ez valóban komoly ajánlás. És ez az ügy kinek kellemetlen? Nekünk vagy önöknek? Én úgy gondolom, minden civilizált uralkodó és minden bajba jutott ember számára kellemetlen. Ami igazságtalan, az ellen ugyanúgy fel kell lépni egy királynénak, mint egy vidéki plébánosnak. Őre is emberek sorsát bízta a Jóisten, mint én rá. Hát tessék, bárunk, hallgatom. Tessék, püspök úr, csak gyorsan, kevés az idő. A szovjet csapatok már átlépték a Dunát. Itt élet-halál harc folyik. Pontosan tisztában vagyok a háború jelentőségével. Éppen ezért igyekszem minden erőmmel azon lenni, hogy minél több emberi életet mentsünk meg a béke időszakára. Persze, nem mindegy, milyen béke az, kinek a békéje. A béke sokszor több áldozattal jár, mint a háború. A háború sosem lehet jobb a békénél. Nem gondolom, hogy filozófiai kérdésekről kéne vitatkoznunk ilyenkor. Miért kért tőlem kihallgatást? A nyilas kormány börtönbe vetett magyar főpapokat. Köztük Mindszenty Józsefet, a veszprémi egyházmegye püspökét is. Miért tett ilyet? Megfogalmaztak egy memorandumot a háború befejezésének érdekében. Mindszenty volt a kezdeményezője, ő vitte az iratot Szálasinak. Valami destruktív íromány bizonyára. A háború befejezésének sürgetése, az ember élet és a vagyontárgyak megmentésének elsődlegessége nem lehet destruktív. Milyen jól beszél németül, püspök úr. Innsbruckban végeztem a teológiát. Ott tanult meg ilyen tökéletesen? Az édesanyámmal otthon németül beszélgettünk. Hát akkor a mi emberünk, a birodalom embere. Én magyar vagyok, Herr Wesenmeier. Magyar és katolikus. Katolikus főpap. Hogyne tudom, de nem értem. Katolikus püspök létére azzal folyamodott a hatóságokhoz, hogy meg akarja látogatni a győri gettóban a zsidókat. Én igyekszem minden embertelenség és igazságtalanság ellen felemelni a szavam a hívei... Nem a hívei, püspök úr, nem keresztények. Üldözött emberek. Hibás a logikája, püspök úr. A szeretet parancsa nem logika kérdése. Pedig egy főpap az politikus is, a politikában pedig logikának kell lennie. Ebben a háborúban a bolsevik Oroszország harcol a birodalmi Németországgal. Ön pedig az oroszokat várja? Akik megbestörítik a papokat? Bezárják a templomokat? Én már mondtam, Herr Wesenmeier, nem a logika, hanem a szeretet alapján cselekszem. Az üldözötteket akkor is segíteni fogom, hogyha a nácik üldözik őket, és akkor is, ha a bolsevikok. Veszélyes játékot játszik, püspök úr. Ez nem játék, Herr Wesenmeier, ez az élet. Akkor ez egy szerencsejáték, amiben az élet a tét. Ezt el is lehet veszíteni. Ha a szabályokat betartjuk, akkor az se számít, ha veszítünk. Csak a lelkiismeretünk maradjon tiszta. A lelkiismeret nem politikai kategória. Csak a lelkiismeret politikai kategória. Felség, a megszálló román csapatok 59 magyar hadifoglyot internáltak Gyulára. Háborúban. A háborúnak akkor már vége volt. Ezeknek az embereknek mindössze annyi volt a bűnük, hogy aláírták a csatlakozást a Vörös Hadsereghez. Harcolni akartak Románia ellen? A hazájukat védték volna. De erre már nem került lehetőség, mert az Antant csapatok bevonultak Gyulára. Úgy érzem, önnek nem tetszik Erdély és a Királyi Románia Egyesülése. Én csak arra gondolok, hogy ha egy ember egy területet ural, akkor felelős az ott élőkért. Azért kár megszerezni Erdélyt, hogy aztán elpusztítsák, a lakóit elkergessék. A puszta föld nem ér semmit. Senki sem mondhatja a román királyról, hogy ne volna emberséges a legyőzöttekkel szemben. Mi különös hangsúlyt fektetünk rá, hogy a nagyvilág olyannak lássa Romániát és népét, amilyen a valóságban. Megértő, türelmes, emberséges. Ezzel nehezen fér össze, hogy a háború befejeztével begyűjtenek férfiakat és rabként bánnak velük. Azok a katonák nem harc közben esetek fogságban. Jó szerintem, önként jelentkeztek. Petán tábornok is úgy véli, hogy ez nem lett jó fény a román királyra. Talán igaza van. Intézkedni fogok, bár úr, hogy az 59 internátat hazaengedjék. Köszönöm, felség. Szerencsések a gyulaiak, hogy ilyen plébánosuk van. Még tartanak a béketárgyalások, de reményeink szerint, ha Gyula is Nagy Romániához kerül, szívesen hatnék rá, hogy önben püspököt csináljanak. Ez megtisztelő, felség, de kevés a realitás. Nem tudhatja, mit ad az idő. Ez igaz, felség. Isten áldja. Hazafelé menet, ahhoz azért fogok imádkozni a Csíksomjói Madonnához, hogy inkább lehessek én plébános Magyarországon, mint püspök Nagy Romániában.
isteni törvények mindenkire vonatkoznak. Még azokra is, akik nem hisznek benne. A Führer ezeknek felette áll. Ezeknek senki sem állhat felette. Olyan ez, mint a gravitáció. Lehet benne hinni vagy sem, attól még érvényesek ránk a törvények. A nemzeti szocialista Németország már néhányszor bebizonyította, hogy képes a valószínűtlent valószínűvé, a lehetetlent lehetségessé tenni. Ha ez igaz is, akkor sem hiszem, hogy a német birodalomnak az érdekében állna ezekben a vészterhes napokban, amikor Magyarország az életéért küzd, hogy lelki vezetőink a börtönben üljenek. Miféle üzenet ez a fronton harcoló magyar alakulatok felé? Micsoda példa ez? Nem Önök elvárnák tőlünk a végsőkig való kitartást, azonban ehhez egy minimális tisztelet kell. Nem mi fogtuk el a papokat. Az önök szövetségesei tették. Ez politika, püspök úr, nem az ön kompetenciája. Mint politikus is rosszul dönt, hogyha engedélyezi a nyilas kormány túlkapásait. Egy veszprémi püspök szimbolikus személy. A veszprémi egyházmegyét még Szent István alapította, akinek felesége boldog emlékű passzaui Gizella, Henrik, bajor herceg lánya. Ön érti ezeket a szimbólumokat, Herr Wesenmeier, és ezek jelentőségét. Intézkedni fogok, hogy helyezzék át a főpapokat valamilyen egyház intézménybe, házi őrizetbe. Mindszenti túlélte a háborút. Na de mire ment vele? És hogyha apor püspök túléli a háborút, azt gondolják, olyan nagy nyugalomban, meg gazdagságban élhet? Hát nem! Ott rohadt volna Mincenti mellett a börtönben. Mincenti József vagyok. Engem ide nem idéztek be, de mint érdeklődő, és mint valamennyire én is szálljon hozzá, meg lett szólítva. Köszönöm. Ismerem a hölgy indulatát. Sajnos sokakkal találkoztam, akikben gyűlölet élt az egyházzal szemben, de ha visszatalálna Istenhez, nem beszélne ennyi butaságot. Hogyha lenne Isten, akkor nem engedi meg ezt a sok gonoszságot, ami a világban történik. Istennek ehhez semmi köze. Saját istentelenségünket kérjük számon rajta. De mégis, közbe kéne lépnie, hogy ne legyen annyi fájdalom meg szegénység. Ezek emberi szempontok. A jó Isten a földi létre, nem a földi létre, hanem a mennyországba hívott meg minket, az üdvösségre. A földi örömök végesek. Aki csak abban tud gondolkodni, mindenképp csalódni fog. Azért azt mégsem mondhatja, hogy jobb dolog szenvedni, mint örülni. Aki külső körülményekben keresi az öröm forrását, mindenképp szomjas marad. Az egyetlen víz, ami a szomjunkat oltja, Jézus Krisztusnál van. Hiába iszunk földi forrásokból vizet, bort, pálinkát, autót vagy házat, mindig szomjasak maradunk. Na látja, ez is önigazolás. Azért, mert maga az élet egy részét börtönben meg házi őrizetben töltötte, attól még... Bizony. Sokszor irigykedtem Vilmos testvérem mártíriumára az Andrássy út 60 pincéjében, de az sosem jutott eszembe, hogy mindezért a jóisten hibáztassa. Mégis maga választotta a szenvedéseket. Senki sem választ önként szenvedést. Hát mégis önként lett pap. Persze, de nem azért lettem pap, hogy aztán a kommunisták börtöneiben kínosztassam magam. Szóval pekje volt, mi? Elfogadtam a sorsomat. Ahogy Vilmos testvérem is elfogadta a mártíriumot, hogy megmentse a gyalázattól az asszonyokat. Az én anyámat is megerőszakolták az oroszok. Ott nem volt egy apor püspök. Érte, miért nem halt meg senki? Ő érte is meghalt Krisztus. Álljunk meg! Ezek nem történelmi adatok. Ezek érzelmek, misztifikáció. Nem értem magát. Lenne oka rá, hogy azokat gyűlölje, akik erőszakosan és kegyetlenül meghonosítottak egy rendszert. De maga ehelyett az egyházat gyűlöli. Az Isten gyűlölöm, azért, mert ezt megengedte. De ha nem hisz Istenben, akkor miért gyűlöli? Azért, mert kegyetlen! Az Isten soha nem kegyetlen. Az emberek kegyetlenek, ostobák és önzők, és saját vétkeikért az Isten gyűlölik. Ja, maga is gyűlölhetné, amiért nem mentette meg. Hiszen megmentett. Az örök életre. Kérem, térjünk vissza a történelmi eseményekre. Úgy érzem, túlságosan az érzelmek hatása alá kerülünk. Szó esett itt a szovjet csapatok nők elleni erőszakoskodásairól. Igen.
Az orosz csapatok az előre nyomulás során megszállták Esztergomot. Aztán később a németek visszafoglalták azt. Olyan híreket kaptunk, hogy a szovjet megszállás alatt számtalan kegyetlenkedésre került sor a polgári lakossággal szemben. Éppen ezért elrendeltem, hogy üljön össze egy papi bizottság a tények tisztázása érdekében. A bizottság jelentése sokkoló volt. Idézem. Az állatiasságnak és az emberi elvadulásnak eddig elképzelhetetlen példáit sorolták fel. A szovjet hadsereget kísérte egy horda, amely teljesen önfenntartásra rendezkedett be. Raboltak, erőszakoskodtak, mindent vittek, ami mozdítható, de a legborzasztóbb, hogy a nőket is hadizsákmánynak tekintették. Amikor elolvastam ezt a jelentést, bár nem voltak illúzióim a leendő megszállást, sőt a leendő békét illetően sem. Olyan borzasztó tanúvallomások születtek a nőkkel szemben elkövetett erőszakosságban. Győrben is sor került hasonlókra. A helyiek szerint még a temető nagyobb kriptáit is feltörték, és odahurcolták a lányokat, asszonyokat. Kérem, háború volt. Ellenséges területen, ellenséges elemek között. Ott minden szabad volt. Vannak emberiességi szempontok. Háborúban katonai szempontok vannak. Ott nem parancsol sem a törvényszék, sem az Isten, csak a tábornokok. Az ellenséggel szemben minden szabad volt. Voltak éppen kicsoda maga? Nem tudom. Nem tudja? Százados vagyok. A megszálló hadsereg századosa, csak ennyit lehet rólam tudni. És miért van itt? Én lőttem le a püspököt. Igen? Igen, azt hiszem. Azt hiszi? Senki sem tud biztosat, de lehet, hogy ennek nincs is jelentősége. De hát kicsoda maga? Már mondtam. Az ismeretlen katona. Valaki, akiről tudjuk, hogy léteznie kellett, hiszen ismerjük a tettet, amit elkövetett. Nem tudjuk név szerint, hogy kicsoda, de mindenképp létező személy. Olyan, aki leszúrta Petőfi Segesvárnál. A százados, aki átdöfte Krisztus oldalát nagypénteken, és a százados, aki előtte akkor püspököt. Maradjunk szigorúan a tényeknél. Az idő előre halad. Először nézzük egy ember életét, aztán lássuk a halálát. Ha valaki meghalt, óhatatlanul ennek fényében látjuk az egész személyiséget. Ilyenkor nem lehet kizárólag kronológikusan haladni. Attól még a sorrendet nem lehet felcserélni. Amíg valakinek lezáratlan az élete, természetesen nem tudjuk, hogyan ér véget. De bármit is tett Apor Vilmos 53 éves koráig, elsősorban mindenkinek a mártír halála jut róla eszébe. Ez leegyszerűsítés. Nem lehet 53 évet egyetlen momentummal felülírni. Az ősegyházban létezett a vérkeresztség fogalma. Az az ember, aki Krisztusért halt meg, akkor is keresztényé vált, hogyha korábban vízzel nem keresztelték meg. Az a szőlőműves, aki az utolsó órában csatlakozik a munkásokhoz, ugyanúgy egy dénárt kap, mint aki reggel óta dolgozik. Én csak azt tudom ismételni, hogy ez igazságtalanság. Emberi mértékkel igen. De isteni mértékkel nem. Csak egyféle üdvösség van, nincsenek fokozatok. Azért mégsem mindegy, mit tett 53 évig. Elméletben mindegy. De a püspök nagypénteki tettét óhatatlanul meghatározza mindaz, amit egészen addig tett. Én is ezt mondom, elegendő a mártírium puszta ténye az üdvösséghez. De nem véletlen kivállalja az áldozatot. Ezzel együtt gondolhatunk például az aradi vértanúkra, akikről szinte semmi sem maradt fenn azon kívül, hogy meghaltak a hazáért. Mit tud az átlag ember Aulichról vagy Leiningenről azon kívül, hogy aradi vértanú volt? Semmit. De nem is kell. Legfeljebb történészi csemege, hová járt iskolába, hány csatában vett részt, szerette a feleségét. Az ő attribútumuk már a mártírhalál marad örökké. Jézus Krisztus is kereszt halálával hozta el a megváltást. De előtte ott van az egész tanítása. Jézus a kereszt halál nélkül nem Jézus. A tanítása mit sem érne, hogyha nem lenne ott a végén a hitelesítő pecsét, a halállal és a feltárással. Jól értelmezem, hogy arra próbálnak utalni. Ha nincs aportpüspök mártíriuma, akkor úgy emlegetnénk, hogy a gyulai plébános, aki egyszer odaadta a saját cipőjét egy rászorulónak. Azért az sem akármi. A pannóniai Mártont
hasonlóért szentté avatták. Vagy Apor báró, aki kieszközölte a román királynénél több magyar katona szabadon bocsátását? Vagy a gyulai plébános, aki lehetett volna esztergomi érsek? Ezek a történész mondatai az emberi szempontok. Én ember vagyok, és csak emberi szempontok szerint tudok ítélkezni. Márpedig az ebben az esetben kevés. Nem véletlenül mondta a püspök úr, hogy a mi ítélőszékünk nem kompetens az ő ügyében. Ahogy Pilátus sem volt kompetens Jézus ügyében. Pilátus a regnáló hatalom illetékes bíróságát képviselte. Csak hogy Jézus felett nem ítélkezhetett egy római helytartó. Az ember Jézus felett volt hatalma, csak az isteni felett nem. Isteni? Az nem történelmi kategória. Jézus, a kereszthalál, az áldozat, a nagy hit. Ezek egyszeri események a történelemben. Nem azért ültünk össze, hogy erről hozzunk döntést. Az már megtette számos fórum és hatóság. A nagy hét, mint történelmi esemény valóban egyszeri. De tartalmát tekintve az itt megjelentek tanúsíthatják, hogy máskor is megtörtént. Például? Például Győrben, 1945-ben. Kérem a tanút, mondja el, hogyan látta az utolsó napok történéseit. A kérdéses időszakban Apor Vilmos titkára voltam. A püspök megsebesülését és halálát közelről láttam. A kórházban is meglátogattam őt. Én vagyok talán az utolsó szemtanú. 1945. március végéről beszélünk, igaz? Egészen pontosan március 30-ára esett nagypéntek, a püspök megsebesülésének napja. Mi történt előtte? A front azokban a napokban érte el Győrt. Szerdán már a városban is dúltak a harcok. Az első szovjet katonákat dél körül pillantottuk. Nem szükséges meg ilyen részletesen. Kérem. A bombázások következtében szerdán leégett a székesegyház. A püspököt ez érthetően megrázta, jelképet is látott benne. Az épület pusztulását összekapcsolta a magyar egyház pusztulásával. Ezt már akkor is így látta? Aki megélte azokat a napokat, sejtette, mi vár a magyarokra, mi vár a keresztényekre, és tudta, mi várhat az asszonyokra, akiknek menedéket adott. Tovább. Nagycsütörtök? Nagycsütörtökön tartotta a püspök az utolsó miséjét, az utolsó vacsora megidézése. Jézus megalapítja az eukarisztiát, készül a szenvedésre. Tudja, hogy meg fogják ölni. Tudja, hogy el fogják árulni. Jézus azon az éjszakán vérrel berejtékezett. Megrázó mise volt. Jézus tudta, hogy fel fog támadni. Mégis félt. Mindannyian tudjuk, hogy fel fogunk támadni, mégis félünk. Az oltár egy deszkalap volt, amit két hordóra fektettünk. Ez hol történt? A pincében. Sok menekült volt már akkor ott? Igen. Köztük rengeteg nő, akik már hallottak a beözönlő szovjet csapatok erkölcseiről. Menedéket kértek, féltek. A püspök nem félt? Bizonyára félt. Jézus is félt nagy csütörtökön. És nem mentek be oroszok a pincébe? De igen. Délután jött egy csoport szovjet katona. Egy merénylőt kerestek. Azt állították, valaki rálőtt az egyik tisztre, azt keresték. Megtalálták? Elfogtak egy fiatalembert, akit elvezettek. Az ő sorsáról nem tudok többet. A nőkkel nem foglalkoztak? Akkor még nem. Nagypéntek? Nagypéntek Krisztus halálának emléknapja. Ilyenkor nincs is mise az egyházban, csak nagypénteki szertartásnak hívjuk. A keresztre feszítés felidézése. Mikor jöttek az oroszok ismét? Délelőtt 8-10 római katona érkezett. Római? Bocsánat, gyermekbotlás volt. A keresztre feszítésről beszéltünk. Krisztus is a megszálló hadsereg katonái szegezték föl a keresztfára. Egy római százados döfte át az oldalát. Bocsánat. Természetesen orosz katonák érkeztek. Germánszki szoldát, ezt kérdezgették. Gondolom, nem találtak német katonákat. Nem, persze. Viszont észrevették a nőket.
Krasivaja Barisnya, ezt kiabálták, vagy valami ilyesmit, szép lányok. Erőszakoskodtak velük? Nem. Megtalálták a boroshordók között elrejtett hatalmas sajtkorongokat, amik a püspökség saját sajtgyárából származtak. Értelemszerűen a hívek és a papság élelmezésére szántuk. Akkora volt egy-egy ilyen korong, hogy valósággal fel kellett görgetniük a lépcsőn. És elmentek? El. Délután azonban újra visszajöttek. Valószínűleg délelőtt kinézték maguknak a nőket, és visszatértek. Ekkor már erősen ittas állapotban voltak. Mit akartak? Az elrejtőzött lányok, asszonyok közül 90 nőt követeltek. Követeltek? Milyen célból? Nyilvánvaló, hogy milyen célból. No, de mégis mit mondtak? Azt mondták, krumplihámozásra kellenek. Krumplihámozásra? 90 nő? A püspök ebben nem egyezhetett bele. Ugyanakkor tárgyalnia kellett az oroszokkal, ha nem akart vérengzést. Milyen nyelven tárgyaltak? Az oroszok között volt egy félig magyar férfi, ő tolmácsolt. Az apja még az első világháborúban ment ki, ott maradt, megnősült. És a fia most a megszálló hadsereggel érkezett. Ilyen a történelem. Mit tárgyalt velük végül a püspök? Azt mondta, ha igazán szükség van rá, természetesen segíthetnek a krumplihámozásban, de csak is férfiak és idős nők. Ebbe beleegyeztek az oroszok? Nem, dehogy. Ebből is látszik, hogy ez csak ürügy volt. A püspök is érezte, hogy csak a csoda mentheti meg az asszonyokat a gyalázattól. Fegyveres katonák ellen csupa fegyvertelen civil, nagyrészt lányok és asszonyok. Mégis a püspök kilöngöste őket a belső pincéből. Hinaus kiabálta, kifelé. Értettek németül? Értették a gesztusokat. Talán meg is döbbentek a pap fellépésén, hiszen végül is kihátráltak az előtérbe. Apor utánuk becsapta maga mögött az ajtót. Ott állt szemben két katonával, a századossal és egy másikkal, akinél gépfegyver volt. Ő lőtte le a püspököt? Nem. Beleeresztette sorozatot a plafonba, de inkább csak ijesztésül. A százados azonban pisztolyával rálőtt a püspökre. Több golyóval is eltalálta, karján, homlokán, hasán. Ez utóbbi okozta később a halálát. Mit tettek ezután az oroszok? Elmentek. Elmentek? Logikus ez így? Nem tudom. Én nem elemzem a logika szabályai szerint, csak azt tudom mondani, amit láttam. Talán megrettentek a tettüktől. Megrettentek? Attól, hogy lelőttek egy ellenséget? Vajon hány ellenséget lőttek le addig? Nem tudom. Na de mégis, nem találták furcsának? Nem találtuk semmilyennek. Örültünk, hogy elmentek. Akkor mondhatjuk, hogy a püspök úr a háború áldozatává vált? Nem. A püspök áldozatot hozott, a legszentebb áldozatot, igazi, nagypénteki áldozatot. Ez nem kihallgatás, hanem manipuláció. Csak a tényeket, uraim. Csak a tényeket. Ezek a tények. Operálta a püspököt? Igen, kérem. Ismerte korábban is? Igen, még Gyuláról. Mondhatom, baráti kapcsolatban álltunk. Hogyan értesült a történtekről? A püspök úr titkára még eljött hozzánk aznap éjszaka a kórházba. Veszélyes volt azokban a napokban az utcára lépni, de néhányan elsiettünk a püspökvárba. Megvizsgáltuk Apor bárót, és kollégáimmal együtt úgy találtuk, hogy a báró igen súlyosan megsebesült. Magánál volt az áldozat? Igen, meg kellett műteni! De ehhez
kórházi körülményekre, megfelelő asszisztenciára és érzéstelenítésre volt szükség. Tehát beszállították a kórházba? Beszállítottuk. Hát igen. 20 férfi oszta át egy hordágyon. Az elsötétített, kiégett, megszállt városon keresztül. Maradjunk a tényeknél. Sikerült az operáció? Amit az adott helyzetben lehetett, azt mi megtettük. A berek és a gyomor teljesen összeroncsolódott. Szerencsére a püspök úr nem fogyasztott ételt, de a gyulladás, a fertőzés így is elkerülhetetlen volt. Elképzelhető, hogy nagyobb szakértelemmel megmenthető lett volna a sebesült? Mint már mondtam, a gyomor és a berek teljesen összeroncsolódtak. Próbálkoztunk fájdalomcsillapítással, de ez az adott helyzetben nem segíthetett semmit. Az elhalt területekhez nem jutott el a gyógyszerek hatása. Emberfeletti kínokat élhetett át. Ezt mint orvos mondja? Mint orvos, mint barát, mint hívő ember. Vajon mire gondolhatott a püspök, miközben szenvedett? Bíró úr, ezek csak feltételezések, nem tények, nem adatok. Ki oktat? Engem? Pokolba az adatokkal! A lényeget akarom hallani! Hálás volt. Miért volt hálás? Azért, hogy nagypénteken Krisztussal együtt szenvedhettem. Ugyan miértben az öröm? Miért, bíró úr? Mi az az öröm? Az öröm nem történelmi kategória. Mi ez a történelem? Úgy gondolom adatok és tények. Tények? Miről? Kiről? Eseményekről. És kik felelősek az eseményekért? Kik élik meg és csinálják a történelmet? Az emberek. Persze az emberek. Akkor az emberi érzés miért ne lehetne történelmi kategória? Sokszor a gyűlölet valóban háborút szülhet. És a szeretet? Én úgy gondolom, hogy a sokféle képesség közül, amelyekkel az Isten felruházta az emberi lelket, kétségtelenül a legértékesebbek egyike a szeretet. A püspök úr halálos ágyán is imádkozott a gyilkosaiért. Ez talán már nagy szombaton történt. Az imént volt alkalmam beszélgetni a szemtanúval, de csak nagypéntekig jutottunk. Mi történt nagy szombaton? Meglátogattam a püspököt. Szenvedett? Bizonyára. Panaszkodott? Nem. Egyetlen szóval sem. Akkor mit mondott? Először kérdezett. Mit kérdezett? Hogy történt-e bajuk a nőknek. És? Történt? Nem. Az igazsághoz híven azt feleltem, hogy utána már senkinek sem görbült a hajaszála sem. Színét sem láttuk többé az orosz katonáknak. Mondott erre valamit a püspök? Azt mondta, tehát a jóisten elfogadta az én áldozatomat. Áldozat. Mikor halt meg? Még megérte a húsvét vasárnapot. Az úr megengedte neki, hogy a feltámadás ünnepében is részesüljön. Húsvét hétfőre virradóra tért haza az örök hazába. Én ezt nem tudtam. Miért nem tudtuk? Miért nem mondta senki? Senki? A paptárs Mécs László verset írt róla. Olvass csak! Hadd zengjen hát dicsfényt az ének az országos nagy gyász felett. Győr város mártér püspökének, ki magyar volt és lovag. Senkinek nincs nagyobb szeretete annál, mint aki életét adja a barátaiért.
Szent álom és nagy valóság, ezt köszönjük, ezt a részvételt. Értjük, hogy értitek. Istenek legyen hál, hogy ez így történt. Ilyen erők, ilyen áldozatok nyomán vagyunk mi itt, és így van jövőnk. Köszönöm, hogy így megértettétek. Köszönöm.